Ezek a felvételek 2010-ben készültek. Ebben az évben szinte minden településen gondot okozott a heves esőzés. A vízzel vezető rendszerek ugyanis nem birkóztak meg a lezúduló csapadék mennyiségével. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatósága megelőzés érdekében átfogó ellenőrzési akcióba kezdett. A megyei szervezet munkatársai a következő időszakban minden településre ellátogatnak, és megvizsgálják az utak, az átereszek és a vízgyűjtők állapotát, továbbá a vízrendezési és a vízkár elhárítási tervre is nagy figyelmet fordítanak. Később ugye az OKF által meghatározottaknak megfelelően azon településeken, ahol bekövetkeznek ilyen vízkár események, ott vizsgálnunk kell majd a későbbiekben a felelősséget, és a megfelelő szankciókat meg kell, hogy tegyük, nem mi, hanem azon szervezeteknek, akiknek erre hatósági jogosítványaik vannak. A csákváriak a polgármester szerint odafigyelnek az árkok karbantartására. Katonáné dr. Venguszt Beatrix azt mondja, a belvíz az új telepen szokott problémát okozni. Most azonban abban bíznak, elkerülhetik a bajt. Pályázati forrásból ugyanis új árkokat ástak. Évszázadokig nem építkeztek, és aztán ugye a bányászatnak a megindulásával elkezdett csökkenni a talajvízszint, és építkeztek. Most ez a terület a legproblémásabb. A szakemberek szerint általános jelenség az árkok eliszaposodása és az átereszek tisztítatlansága, valamint gyakori probléma forrás az állami és az önkormányzati tulajdonú vízelvezetők műtárgyak összekapcsolása is.